Május 25-e és 28-a között rendezték meg a Tactical Shooting Eurocup versenyt az 5 fegyverkupa sportlövész egyesület, valamint a KAEG ZRT szervezésében a társaság Ravaszdi lőterén. Én azt hiszem, hogy a megnyitás óta ez a második nemzetközi versenyünk, amit megszervezhettünk, és úgy tűnik, hogy egyre nagyobb elégedettség tölti el a jelenlevőket. Itt most legalábbis azt vettem észre, hogy a versenyző 70 ember közül, akik hivatásos állományban dolgoznak, mindenki jól érezte magát, és elég volt nekik kiviselni ezt a 4 napos versenyt. 8 éve mennek ezek a versenyek. Évente van egy nagy egyéni verseny, az 5 fegyverkupa, és egy páros verseny a páros szituációs ősszel, és gyakorlatilag tavaly őszi páros versenyen merült fel az a dolog, hogy ne egy egynapos versenyt csináljunk, hanem csináljunk egy rendes nagy Európa-bajnokságot, mivel annyian járnak már hozzánk évek óta külföldi lövészek, kollégák, hogy igazából indokoltá vált. Így tavaly ősszel, szeptember végén lévő versenyen ez megszületett, ez a döntés, és tulajdonképpen onnantól idáig dolgoztunk ezen, és szép számmal meg is jelentek külföldi lövészek, a magyar lövészeken kívül. Most ez 4 napig tartott ez a verseny, az első nap volt egy tréningnap, és én úgy gondolom, hogy az emberek is élvezték, ugye kaptak egy nagyon jó tréninget, és utána 3 napon keresztül ment egy nagyon-nagyon komoly és színvonalas és eléggé kemény és fárasztó verseny. Az a lövészeti készség, amit nekünk fenn kell tartani, az egyébként is megköveteli azt, hogy folyamatos képességfejlesztés legyen, és ez az esemény is egy kiváló alkalom arra, hogy nem csak saját magunkat tudjuk mérni, hanem el is tudjuk helyezni magunkat, a képességeinket az elért eredmények alapján egy nemzetközi mezőnyben. Azt gondolom, hogy ez a verseny egy nagyon nehéz, nagyon-nagyon gondolkodtató verseny, és minden olyan egyéb versenytípust, ami kicsit rohanós, szaladós, ez teljesen keresztbever, és itt oda kell figyelni, lassan menni, egy rossz lépés okozhat egy 4-szeres, 5-szeres versenyidő büntetést. 4 féle fegyvert kellett a versenyeken használni, a karabét, a pisztolyt, sörétes puskát, távcsős puskát, ezen kívül volt akadály, épületátvizsgálás, gázállarcos feladat, volt 3 napon keresztül gépjárműves feladat, alpintechnikai, kötéltechnikai feladat, toronyból szöglövés, hosszú lövés, gyakorlatilag amit lehet, az minden volt. Ez a pálya életekről szól. Arról szól, hogy magam felrobbanok egy csapdán, vagy olyat célt küzdök le, aki egy úgymond baráti cél volt, vagy kolléga volt, illetve magában a pályán levő szabályoknak a megjegyzése és betartása változatosak, ezért minden pályán külön szabály érvényes, és minden pályán külön végig kell gondolni, hogy mit csinál a lövő, és azért, hogy mit csinál, éppen ezért összekeveri, ha egy ponton ront, onnantól nagyon nehéz, szinte lehetetlen visszajavítani, tehát ki van élezve arra a verseny, hogy adott pillanatban mennyire figyel oda. Felmerül, hogy vajon melyek azok a tényezők, melyek befolyásolhatják a rendvédelmi szervek mentális állapotát és szakmai felkészültségét egy-egy akcióhelyzetben veszélyes munkájuk során. Mindenképp a napi, a pillanat határozza meg, tehát az, hogy hogy kell föl, milyen volt a családi háttér előző este, vagy aznap reggel, milyen a munkai légkör, milyen a felszerelése, a felkészültsége, és abban a pillanatban ő hogyan tudja mindezt helyére tenni. Mint minden embernél, ugyanúgy a rendőr is ember, éppen ezért őre is hatnak dolgok, neki is van lelke, és ez mindenképpen befolyásolja a munkavégzését. Arra kell törekednünk, hogy lehetőleg a munkahelyen mindent megadjunk annak érdekében, hogy egy nyugodt, kiegyensúlyozott, úgymond védő légkörben dolgozhasson. Nagyon sokat beszélgetünk kollégákkal, munkájukról, a technikákról, hogyan dolgoznak, megosztuk a képzésben szerzett tapasztalatokat, és egy nagyon fontos láncszem ez a kapcsolatokban. Én azt gondolom, hogy talán ez a másik legfontosabb lehetőség ebben a versenyben, hogy az az úgynevezett networking, vagy kapcsolatépítés, kapcsolatfenntartás működjön, ami egyébként is én azt gondolom jellemző mind a speciális egységek katonáira, rendőreire, mind pedig a lőni szerető, lőni vágyó állampolgárokra, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség arra is, hogy tapasztalatokat cseréljenek, különböző technikákat lessenek el egymástól, ami megint a fejlődést szolgálja. A civileknek, illetve az állampolgároknak, kis hazánk lakosságának
ezt minél jobban támogatni kellene. Nagyon sok a fegyverellenes ember, aki igazából nem értek, hogy miért, mert éves szinten az 1%-ot sem éri el a legális fegyverekkel elkövetett bűncselekmények száma. Viszont az, hogy akár a rendőrök, akár a képzett, de már nem hivatásos, vagy egyáltalán nem hivatásos, de magasan képzett sportlövők aránya Magyarországon jónak nevezhető. A nemzetközi élvonalban mindig ott vagyunk. Nagyon-nagyon komoly versenyeken, nagyon sok magyar aranyéremmel jövünk, ami média hírt igazából szinte soha nem kap. És én úgy gondolom, hogy az embereknek örülni kellene, hogy vannak ilyen emberek, mert ha megnézzük a Európában történő cselekményeket, ami egyre durvább és egyre kiszámíthatatlanabb, ez, én úgy gondolnám, hogy ez az igazi rejtett tartalék. Én azt gondolom, megint kihívásokkal tele versenyszámok, lőszámok kerültek megrendezésre. Azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy ki fog majd felállni a dobogó különböző fokaira, aki eljött, mindenki nyert, hiszen ha más nem, nem is lő eredménybe, de azok a barátságok, amik itt szövődnek, azok a szakmai kapcsolatok mindenképpen azt gondolom, hogy ezt a kis közösséget előre viszik. Ez az Ötfegyverkupa Egyesület, illetve ez a taktikai lövész Európa bajnoksága egy különleges esemény, amiből majd alkalmantán még fogunk csinálni többet. A vadászok azok sokat tanulhatnak tőlük, hisz azért az itt jelenlevő 72-3 fő versenyző profi lövőnek számít én szerintem a világban, de a vadászok közül is arra kell törekednünk, hogy a vad elejtése során a legkevesebb szenvedést adjuk a vadnak, és a legkevesebb szenvedéssel sikerüljön telítékre hozni. Ahhoz viszont, hogy ez sikerüljön, a lőkészségünket folyamatosan csiszolni kell, aminek a helyszíne az a lőtér lehet csak és egyedül.